Sziasztok, Noémi vagyok, ez itt a megmondó rovatunk legújabb adása, amelyben a nyári híreket vesézzük ki Geek Fronton. Velem vannak Rio, sziasztok, Kaszui, Luggi, hello, és András. Sziasztok! Hogy most nagyon rákapcsolt a filmipar az élő szereplős megvalósítására, régi klasszikusoknak, vagy kevésbé klasszikusoknak. Hát ez lehetne mesélni, hogy mennyire jó irány, vagy mennyire rossz, mert mind a kettőre van példa, de hát nyáron is voltak úgymond élő szereplős próbálkozások, és ezt mind sorozatban, mind pedig filmekben megkaptuk. Szerintem a feldolgozások között egyébként kétfajta stílust kell megkülönböztetni. Az egyik stílus az az, amikor veszünk egy klasszikust, és teljes mértékben megpróbáljuk átemelni élőszereplősbe. Vagy pedig veszünk valamilyen klasszikust, ami animálva volt, és megpróbálunk egy folytatást írni a szereplőkről, de már egy komolyabb élőszereplősek témára. Igen. Mind a kettőre láttunk itt most példát nyáron. Azt szeretném kérdezni, hogy ti mit gondoltok, mennyire jó ez az irány, az élőszereplős feldolgozás? Szerintem igazából nem egy rossz elképzelés, hogy a végig klasszikusokat felállítsuk újból, de pont ez, amit ugye mondta, hogy az irányt kell megszabni, hogy tényleg azt akarjuk felállítani, vagy újra akarjuk gondolni az egész művet. Ugye egy nagyon jó példa, hogy a Kishablány, bár nem volt az igazi, de azért megpróbált ugye hű maradni az eredeti felhozatához, és teljesen jó lett végül is ahhoz képest, amikor a bolygótok voltak meg a lány bőrszínűvel, stb. Ahhoz képest teljesen jó lett szerintem. De ehhez képest, hogy ott a Hófehérke, amiről viszont ugye még nem jelent meg, és valószínűleg már ott tartunk, hogy lehet meg se fog jelni moziba, cancelálni fogják, mert pont az, hogy a főszereplők is csak megpróbált újra gondolni az egészet, és totál mást kihozni belőle. Ami ráadásul azért se jó, mert ugye ráadásul a Hófehérkéről beszélünk az első egész estés Disney rajzfilmről, tehát bármelyik másiknál kisebb a nyomás, de pont itt, ahol a legnagyobb a Disneynek a nevéhez fűződött visszajelzése, ezt bemocskolni, szerintem nem volt szép dolog tőle. De hogy nem ez az egy első ilyen élőszereplős verzió, mert a Mirror is pontosan erről igen. Szól. És ott egyébként szerintem nagyon jól előhozták azt, hogy látszott az is, hogy ez egy Hófehérke történet, de egyáltalán nem szabad segít, hogy a ninjának képezték a törpék Hófehérkét. Hát például a Hófehér és a vadász is kb. Ezt dolgoztat, hogy a hertőfékkal, ami szintén ugye egy teljesen más irányba akarta megközelíteni. Tehát ami nem elindik azt, az, amikor az újra próbálsz feldolgozni egy művet. Lásd például a demón, amikor a hangpőkét másik szemszögből próbálták megfogni. Csipkerúzsikát, igen. Csipkerúzsikát másik szemszögből próbáltak megfogni, és elmesélt az a csipkerúzsika történetet, de mégis teljesen más oldalt nyitott ki. Tehát jó az, mikor újra akarsz mondani valamit, de nem abban a formában, ebben a mai Vogue-ban nem annyira jó ez. Két dolgot hozzáfűznék ez a gondolatmenethez. Az egyik, hogy távolabb lépve szerintem a rajzfilmek élőszereplős feldolgozásának van egy olyan aspektusa is, hogy egyre divatosabb a geek kultúra, de azért még mindig sokan vannak, akik úgy érzik, hogy a rajzfilm az nem egy komoly dolog. Tehát egy ilyen élőszereplős feldolgozás arra is jó lehet, hogy elvigyük egy olyan közönséghez, aki tulajdonképpen vevő lenne rá, csak esetleg a rajzoltsága mi volt, ha miatt eddig így le is volt, mert engem nem érdekel, mert rajzolt. Ebben persze az is benne van, hogy gyakran fölveti, hogy akkor kicsit komolyabbra vegyük a stílus bizonyos részeknél. A másik meg, hogy valójában, amit meg te mondtál fel, hogy mindig problémás, amikor egy művet gyakorlatilag újra megcsinálnak. Valójában ez sokkal gyakoribb. Nagyon, nem annyira szokták mindenki tudni, de a 80-as, 90-es évek nagyon sok filmje, mondjuk egy 50-es években már megcsinált film rebootja volt, ami mögött általában valami 20-as években írt könyv állt, amit adaptáltak. És ami a Disney-re visszatérve, amit én mindig így szoktam mosolyogni, hogy a Disney puritánok hőbörögnek, hogy a új feldolgozás eltérjen meg, Green puritánként ott röhögök, hogy hát de már bocsánat, a Disney is mennyiben eltért az igazi eredetitől. Úgyhogy ez mindig relatív, hogy mi a klasszikus és mi az újítás. Én őszintén szóval az összes élőszereplős Disneyt leírtam azzal, hogy ez csak plusz egy rókabőr, és ha nem is érdekel. Nyilván, igen. Szerintem az is tök rossz, hogy egy csomószor úgy érzem már, hogy már minden egy feldolgozás, minden valaminek az élőszereplő, minden valaminek a 66. része, és már nincsenek új filmek, már nincsenek új dolgok, hanem minden valami... Hát ugye
Ezt sokszor kijellemezték, hogy annyira drágák lettek a filmek, és annyira a marketing fontos, hogy nem, sokkal könnyebb. Igen, tehát, hogy régen simán működött, régen simán működött az, hogy 60-70 millióból csinálok egy filmet, ami vagy hoz 300-at, vagy bukik valamennyit, és három ilyen film nettó tök jól megy. Ma már marketinggel mindennel annyira milliárdokba kerül egy-egy hollywoodi produkció, hogy nem lehet bevállalni a kockázatot. Kb. Egyedül Christopher Nolannek engedik meg a stúdiót. Ő tud pénzt szerezni új ötletekre, és ez nagyjából 15-20 éve kezdődött, és nagyon sokszor ki lett elemezve, hogy igen, pontosan ez van, félnek a kockázattól, nem mernek újat írni, inkább próbálnak építeni egy meglevő franchise-ra, hogy meg azok, akik az érdekli, azok mindenképp bejöjjenek. Meg az is benne van, hogy egyre inkább arra mennek el, hogy a trailer vonza be az első héten az embereket. Régen ugye az volt a modell, hogy a jó film, ahogy mesélted a haveroknak, a második-harmadik héten hozta be a legtöbb nézőt. Tehát, hogy igen, ez egy régi problémája Hollywoodnak, és egy legalább ilyen 10-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 10
De ne, hát ugye ilyen például a... És hogy... Butolni valamit olvasni. Mondok egy példát idejéből, és hogy miért történik ez így? Passzulj, te vagy a oka. Miért passzulj az oka? Szóval nem, tök jól illusztrálja. Ott volt a D&D mozi, és a mi stábunkból, aki nem D&D-zett, az nem volt, nem akart eljönni a forgatásra. Te se, te Edmond. Egyébként tök jó film lett volna, és ezt élveztétek volna, de tökre benne van, hogy mivel nem érdekel az alapfranchise, csak úgy egy ismeretlen dologra nem mentél be te se. De nem azért nem néztem meg, mert nem tetszett a trailer, azért nem néztem, mert nem értem rá. És ugye a szegény D&D film kvázi bukott, bár sokan mondják, hogy valójában csak könyvelési machinációk voltak ott, tehát hogy most tényleg veszteséges volt-e, vagy csak oda. Figyeljetek, Hollywoodban ez a kreatív könyvelés az. De még azt tegyük fel, hogy a mozizási szokások az egy kicsit mások, mert azért nyilván nem megyünk el mindent megnézni a moziban. Hogy igen, hogyha mondjuk van valami nagy, ami látos, amire azt mondod, hogy ezt biztos jól látni egy moziban, arra elmész. De ezen kívül meg nem feltétlenül attól függ, hogy most mi az alapanyag, mert tudom én a 29. Marvel filmben nem akarok elmenni. Igen. Hát mondjuk nekem úgy van, hogy háromféle, ami tér alapján háromféle besorolásom van, van a nem nézem meg biztosan film. Van a, érdekel a film, de nem annyira látványos, hogy moziba költsük el a pénzt, meg van az, ami ugye vagy érdekes, vagy nem a sztori, de látványos, hogy mindenképpen moziba érdemes megnézni. Én egy dolgot akartam még hozzáfűzni a mozis témához, kapcsolódóan a streamunk, hogy most már emiatt is egyre óvatosabb lesz Hollywood meg a filmgyártás, hogy nem mindegy, hogy kiknek, meg hogy gyártják ezeket a pont az contentet. Arról is vannak cikkezések, hogy pont a streamelők bevállalnak kreatív kockázatot, mert egy streamingnek kell 30 érdekes sorozat, úgyhogy úgymond többet meg kockáztatni, mint egy mozira a gyártó stúdió. Hát megadásan a streaming előfizetésed van, és megnézel egy sorozatot, akkor könnyebben kapcsolsz a másik, mert benne van az ágba kvázi, tehát hamarabb megnézed azt. Meg ott egy csomószor az, hogy átveszik, meg megveszik a másikért. Igen. Igen, ennek a árnyoldala azt, hogy nagyon sok az egy szezon után cancel sorozat, ami néha fáj. Nem mindig hiba, de néha fáj. Jó, de viszont tényleg vannak konkrét példáink még. Jó, ez. Én csak egy viccelődöm, hogy live action, de végül is valahol live action, ugye a Barbie film, amiről volt már szó a csatornánkon. Mert nem a live action része, hanem az adaptáció része. Ami az adaptáció része, igen, mert hogy nyilván aki a 2000-es évek környékén volt gyerek, az emlékszik rá, hogy ontotta magából a Barbie filmeket. És hát én nem is tudtam, boldogan nem is tudtam a létezésükről. Még mindenki vannak. Több cukik voltak. És élő rajzoltak volt? Néha fáj már így utólag. De ott a korban, abban az időben. Az tök jó van, viszont ugye pont az a fajta, mint ez a Mickey meg társai. Tehát így az a történetes és stílusa is, ez a Barbie vagyok és most megyek. És megyek valamit. De amit annak viszont teljesen, annak egyszerűen is belenéztem egyben nővéremnek hála. Annak jó, amilyen készült. Mert abban a korban azt kimogosan a jó minőségnek minősített ráadásul. Úgyhogy valaki ezzel viccelődött is, amikor bejelentették, hogy jön a Barbie film, hogy hú, ez most olyan lesz, mint a Marvel? Akkor a barátommal megnéztem az összeset, hogy kijött Barbie filmet, és csak utána megyünk el az összes szereplősetnek. Az hosszú nap. Motel Cinematic. Motel Cinematic. És rá mehet egy párkapcsolat erre.
De meséljetek egy kicsit erről a filmről. Nem kell sokat mondani. Még mindig nem láttad. Még mindig nem láttad, de én ti láttam. Én a mindig ismét. Pontosan láthatom felét ismét. Én láttam, nekem tetszett. Tetszett? Szerintem tök jó volt az egész koncepciónak. Nem tudom, azt hittem az elején, hogy lesz majd valami ilyen mély, valami felháborító mondani való, hogy mindenki kiakadt a végén, de igazából így végignéztem, és így... Hát igen, volt egy ilyen vicces, ilyen fellengzős alapsztori, és akkor láttam, mert mélyebben be lehetett látni, amennyire ezt nem tudom, érezted. De nem volt semmi, mert úgy éreztem, hogy valami így meg kell sértődnie, meg egy blogposztokat írni a folyamatosan. Hát én azt is írtam, hogy szerintem nagyon jól és intelligensen körbejárták a témát. Igen. Tehát, hogy tényleg ezt a gender sztereotípia, mit jelent a Barbie, meg nem, meg ez. Pont, hogy több aspektusból mutatták, hát mindenki azt hallja meg. Mondhatni, nem kendőzték el. Igen, nem kendőzték. És emellett tényleg én rég nevettem ennyit film alatt, mint a Igen, nagyon okosak voltak benne a folyamatében. Nem az, amik ilyen néha már ez a szájbarágos, hogy te buta néző, buta amerikai néző, most látod, egy vicc volt, látod, most minden nevetni fogunk, hogy érem. Jó, hogy az igazgatósági tanács az azért néha az irányban ilyen kínosak voltak. Nekem mondtam, ilyen Mary Poppins feelingem volt. A Barbie-ról volt videónk. Volt videó, igen, úgyhogy ha érdekel, akkor egy jó kis pár review-t raktunk össze az Oppenheimerrel együtt, úgyhogy Barbenheimer lett belőle. De amúgy, ugye te azt hiszem pont nem mondtad úgy a végén, hogy lehet, hogy ebből is lesz egy ilyen cinematic humor. De lesz, na? Igen, és, már, és már lengették, hogy lesz. Ja. Azt hiszem, milyen furcsa Barbie-val biztos, hogy lesz valami. Én azt hiszem, hogy a rendező nem akart volna, de ő meg akarta csinálni ezt a filmet, és így köszöni szépen. De azt a nyomkodják, hogy legyen még. Igen. Hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy mennyire lesz. Hot Wheels, olvastam, hogy arról már, hogy épít vagy akarnak, meg több ilyen ugye, franchise van náluk is. Hát érdekes lesz. De már, mondjuk, igen, ha már Hot Wheels, akkor már G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, meg mindenki. Transformers összekapcsoltak a G.I. Joe-val már a utolsó végén. A következő, ami igazából nem live action, de érdemes megemlíteni, mert szerintem jó film lett, az a Kísértett kastélynek a újra dolgozása, szintén Disney, de ez egy kellemes csalódás volt. Legalábbis számomra, te láttad még, ugye? Azt hiszem. Ezt lehet, hogy te egyedül te láttam. Lehet, hogy egyedül én láttam. Na mesélj róla akkor, Nai. Hát akkor mesélj róla. Mi az eredeti, mert én azt sem, nekem azt sem mondom sokat. Ez egy tök érdekes dolog, mert a Kísértett kastély az valójában egy 1960-as években épült ilyen attrakció Disneylandben. És egyébként még visszamenve Disney a Winchester Mansion alapján csinálta meg. Erről azt kell tudni, hogy egy kicsit... Egy labirintus. Igen, az egy labirintus, és igazából egy kicsit ilyen kattant volt a hölgy, aki csinálta. Igen, mert hatalmas nagy, ugye ő megörökölt, addig a megkelt a férj, és megörökölt az egész Winchester vagyont az összes fegyvergyártásból. És valami is volt a mániája, hogy... Portál van a házában, vagy valami. Hát az is hogy nagyon sok pénz belefetszett meg, hogy minél bonyolultabb legyen, hogy a szellemek ne tudjanak meg kívülni. Ilyen bugarás milliárdos özvegy? Igen, és valami még volt a férjével, hogy azért kellett nagyon sokáig építeni, mert hogy addig bele volt a férjének a lelke, vagy valami ilyesmi. Na, szóval leszem készet, és meg is halt. És akkor erről mintáztak egy Disneyland attrakciót. Erről mintáztak egy Disneyland attrakciót, és ezek után 2003-ban jött ki egy film, amiben Eddie Murphy volt a főszereplő, és hát ez ilyen Eddie Murphy show volt kvázi. A kornak megfelelő volt, meg jók voltak maguk az effektek benne, de én azután néztem meg ezt a filmet, tehát hogy az Eddie Murphy félét, miután ezt láttam, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez sokkal jobb lett. Tehát, hogy itt nagyon szépen meg volt komponálva, hogy nem egy főszereplőnk van, hanem több. Van egy igazi rejtélyünk, ami szépen felgöngyölíti. És humoros volt. Én nagyon jó volt. De egy kicsit nem a régi horror, modern horror közti különbség, hogy ma már normális, hogy ilyen több szállat volt a horror. Az Eddie Murphy is mennyire humoros volt, csak nem, tehát hogy így látszott, hogy nem akart komolyan. Nem, egy percig sem vett. Magyarán ez egy merch volt a Disneynek, amit lecsinált egy
filmet, vagy igen, saját gyakorlatilag a gombhoz varta a kabátot, ahogy fogalmazzunk így. De olyan sztárok parádéznak benne, mint például Rosario Dawson, aki most ugye az Ahsoka sorozatnak a főszereplője. Mert ott kezdte náluk ugye Disney csatornán. Igen. Ja. Úgyhogy én ajánlom, nézzétek meg, hogyha van egy kis időtök, nekem tetszett, jót szórakoztam rajta. De ha már Rosario Dawsonról beszélünk, akkor hát beszéljünk egy kicsit az Ahsokáról is. Álnéven Rebel Season 6. Én azt voltak valamire. Igen, azt többektől kaptam feedbacknek, hogy aki nem látta a Rebels-t, az egy kicsit... Igen, én nem láttam a Rebels-t, és nekem végig az az érzésem, hogy itt van ez a fontos csávó, ezről meg kell mennünk zsillet, hogy ki? Miért kell nekünk ezt csinálni? Jelzzük vele magad az aktuális témáról. Igen, de ez érdekes, mert azért sokan nem látták a Rebels-t. Pedig meg nincsen hozzá, pedig. Nem adják hozzá ajándékba, hogy tessék, itt van, ezt előbb nézd meg. Szerintem a Rebels már egyre kevesebben látták, mint a Clone Wars, tehát egy elég, elég nagy kapunk. Azért a Rebels az egy nagyon jó kisgyeny szemállnak az univerzumnak. Igen, csak a sokakat elriasztott maga az animáció. Pont olyan az animációs stílus, mint ami csak általános felületeknek van. Nem pontosan, de jó, a sztereotípia, de amikor ránézel, azért a Clone Wars rajzolásában ott még belefér ezek a mélyebb témák, hogy erre csak így ránézel, és így nem következő. Érdekes a rajzolás, az nekem se tetszett. Igen. De tényleg az Ahsokában, én aki láttam a Rebels, meg inkább mindent a Filoniverse-ből, ahogy elnevezte, nekem nagyon tetszik az Ahsoka, és akik mind látták, azokkal beszéltem, mind nagyon tetszett az Ahsoka. Hát, eleve az, hogy az előző, a 5. ez a milyen jó kis kaleó volt, a ilyen kis nosztalgia faktor. Nem mutattak sokat belőle, de pont a kis visszaemlékezés, kis mutatás, hogy nézd, itt is itt voltunk, nézd, igen, pont is ott voltunk. Mert meg van végre élő szereplőben is megjelennek a karakterek. Látod őket 5 évvel vagy mennyivel később, kicsit megváltozott élethelyzetben, amik mind-mind nem mondanak semmit annak, aki most csatlakozik be a... Amúgy nem volt rossz, nekem sem volt rossz, csak hogy nem tudom, hogy az események komolyságát nem tudtam érni. Hát te legalább Ahsokát ismerted, de nekem van ismerősöm, aki Ahsokát se ismerte, mert nem észre a rajzsiakhoz. Igen, és akkor ő aztán mindegy azt mondta, hogy neki úgy nem... Mondjuk ilyen szempontból az igen, tehát hogy... Most tök rossz feldolgozás, hogy bocsáss meg. De tök rossz, amikor valamihez annyira csatolódik, hogy nem is az, hogy mit tudom én, ez egy első része egy filmnek, és akkor a következő része nyilvánvalóan épít rá, és látnod kell az elsőt, hanem ez egy különálló sorozat, és így csak ezt így kirakni a levegőbe, hogy egyébként aki nem nézte egyiket se, annak így... Igen, nem mondja semmit az érzelmi dolgokat, a karakter fejlődése. Hogy előre a Clone Wars az orra, hogy kitöltse a 2 és 3 közötti hézagot. Ezt teljesen megcsináltak, és fölvezettek pár új karaktert, és valóban most az Ahsoka erre épít rá. Ehhez képest nagyon rossz, hogy a 7-8-9, mert könyvekkel mutogat vissza, és ehhez képest ugye, itt legalább volt egy rendes sorozat, amit tényleg tök jó sorozat. Jó, 2 sorozatot kellett hozzá megnézni, hogy értsd az egészet. Azért a Mandalorianból is lehet valamennyire ide érkezni. Igen. Tehát olyan Thrawnt, mondjuk már ott is bemutatták, vagy ott is ijesztettek vele. Emlegem. Thrawnt akció igazából Rebels mutatták. Hát meg ugye a régi Timothy-zal. A Timothy-zal, ja, nagyon vicces, Timothy Zahn mostanában megint eljár kulokra. Ugye ő írt a 90-es években a Star Wars folytatás könyveket, amik a legjobbak voltak, és Thrawnt ő találta. A birodalmi segítőről. Igen. Hú, azt szerettem pedig. És az nektek mennyire volt zavaró vagy fura, hogy ez az új megközelítés, most előszeretette tesznek be szinkronokat a színészek. Az utálom a parókáját. Kinek a parókáját? Tannak a parókáját. Igen. De most végül is csak Thrawn volt, aki megmaradt, nem? Tehát ugye a többieket... Meg ugye volt kisebb szerepben ugye a Lothar, ugye a... Nem teszem már valamit. Ja, meg a kormányzó. Igen, meg még volt valaki. Zen is volt. Igen, meg még valaki. Tehát több ilyen kámeózat a saját hangot. Majd beszélünk róla, ugye a Lovernakves, ugye? A saját hangja? Nekem tetszik, hogy a saját szinkron színészeiket válogatják be. Azért jó, szerintem, mert azért ő már belerakott egy csomó munkát ebbe, és ismeri a háttere, jobban meg tudja formálni, mint hogyha oda raknak egy paksamétát elé, hogy nézd csak, ez kell legyél, itt van ez a sok-sok rész, amiben szerepeltél, és akkor ezt most nézd meg. Gondolom a rajongók is könnyen megszeretni azokat, akiknek a hangja már ismerős, hogy teljesen már ismerős. De szóval visszatérve szerintem nagyon jó egyébként az Ahsoka. Tehát lehet, hogy kevesebbet
értékelsz belőle, ha kimaradt az előzmény, de ha nem maradt ki, akkor Filoni azért most megint visszatért. Tehát ugye azért a Book of Boba Fett meg a Mando 3-as season az úgy gyengé volt. A Mando volt. Nem volt olyan. Hát azért a 3-as szezonnak voltak bajai. Hanem Mandalóriak. Igen, de ez most nagyon jó. Megint olyan a tempó, ami nekem nagyon tetszik, néhány anyja fognak, hogy túl lassú, de szerintem tök jó a tempó. Hát és a Boba Fett ez képest, az nem lehet. És az Ahsokában azt tetszik nekem, hogy így nézem, és mondom, na ennek kellett volna a folytatás csillókának lenni. Tehát, például látjuk, hogy egy lázadó vezér hogy boldogul, amikor már tábornok vagy admirális és szenátori meghallgatáson kell felelni a tetteiért, hogy mit kezd magával az a lázadó harcos, aki nem találja a helyét az új békében, meg nem tudja megemészteni a társainak az elvesztését. Úgyhogy ilyen szempontból pontosan azt adták, amit szerintem kellene, ahogy kéne folytatni az eredeti trilógiát, és ez nagyon tetszik. Nyilván azért is, mert a ugye Thrawn karakterét és sok más elemet a Birodalom örökösei regény trilógiából vesz át Filoni. Úgyhogy szerintem emiatt is nagyon jó, meg nekem például a mostani, a 6. epizódnál nagyon tetszett, hogy így a tényleg ez a 80-as évek fantaziának a bája visszajött, ahogy egy új világot fedezel föl, izgalmas dolgok vannak, teljesen egy kicsit Dark Crystal-os volt a szituáció azon a bolygón, ahol most kalandozik Sabine. Ja, igen. Hát, ami nem annyira tetszik, a Sabine Wren. Tehát, hogy én értem, hogy... vagy a karakter? Nem, a karakter. Manapság nagy divat, és amúgy is utálom, amikor az legyen a probléma forrása, hogy az egyik karakter hülye és hülyeségeket hoz, és még sajnálni is kell érte, hogy jaj, ő szegény érzelmileg megviselt, és azért hoz folyton hülye döntéseket. Ráadásul itt egy olyan karakterből hozták, aki nem volt ilyen a Rebelsbe. Hát hozott ott is hülye döntéseket, csak... De ott ilyen punkosan volt. Igen, ő azért ott igen, ott... Jó, arra mondjuk utaltak, és tulajdonképpen azért ezt a Rebels nem bontotta ki, csak a Mandalorian, hogy tulajdonképpen a Sabine akciója miatt lett földig bombázva a Mandalort, mert ő robbantotta ki azt a lázadást, amire válaszol a Birodalom földig bombázta a Mandalort. Tehát valamennyire ott utalgattak, hogy voltok a becsavarodni, de egy kicsit... De idegesítő néztünk. Igen, idegesítő néztünk. És ami bizony nagyon tetszik, hogy Sabine hülyeségeket hoz, de legalább megfizeti a vele. Filoni megfizetteti vele az árát. Kiukasztottak egy kicsit. Kiukasztottak. Kinek mi a kedvenc aspektusa? Nekem a kutyalóva. Mi? A kutyalóva. Kutya. Hát ja, ez most a 6. rész, igen. Hát, én nagyon elfogult leszek, de nekem... Jó, Rosario Dawson, mint a Szuka, nagyon jó, szuper, nagyon tetszik. De az, hogy odaültették mellé Huyenget David Tennant hangjával, az tényleg így a csillagos égbe emelt nekem ezt a sorozatot. Nagyon tetszik. Nekem az egész új. Tehát a hangulata, a történetelmek és a tempója is. Tehát így igen. Jól esik nézni. Igen. Egyszerűen én is így a adrásra, hogy egészben a koncepció, hogy összeraktak. Nekem az ő bánat. Az űrben egészen Star Trek-es vonalakba emelkedtünk ott ezekkel a filozófiai és green dolgokkal. Akkor most viszont nem a Good Omens 2-vel, hanem az űrbálnál 2-vel fogjuk folytatni a beszélgetésünket. De ha már felhoztad tényleg, ha már Tennant, akkor nézzünk egy kicsit a Good Omens felé, hogy ugye kijött a folytatás. Én még nem láttam. Sem. Nézzétek meg. Ugye ennek az a lényege, hogy technikailag csak egy könyv van a Good Omens-ből, amit meg tudunk venni, amit ugye még Terry Pratchett-tel együtt írt. Ugye Terry Pratchett azóta meghalt, tehát hogy úgy viszonylag nehéz vele közreműködni egy új könyvben. És elvileg ugye az lenne a koncepció, hogy az végig volt második évad, mert hogy voltak ötletek, amik esetleg nem mentek be az első évadba. De így is sok minden belekerült az első évadba, amit ők már amúgy a második könyvbe terveztek volna, hogyha meg tudták volna írni, csak hát ugye az ideig nem engedte, vagy nem sikerült soha összeülniük. Úgyhogy az angyalok, ahogy benne voltak az első évadban, meg ahogy a másodikban is benne vannak, az inkább az ilyen extra tartalom volt. Az a könyvben amúgy nem voltak benne egyáltalán. Úgyhogy igazából már kicsit ott is nyúzzuk a maradék bört erről a franchise-ről, amit még lehetne szedni. Hát olyan szempontból gamer én is, ha tudom, aktív, tehát hogy joga van folytatni. De hogy nincs, tehát, hogy nincs egy könyv alap, tehát, hogy ez most már csak így ülés, akkor én mire gondoltam ma? Legyen ez? Yeah. És akkor ez is olyan koharás?
Igen, vagy van, megvan benne, tehát hogy ugye a Réginek az első évadnak meg volt az a mélysége, hogy tudtad, hogy azok a dolgok, amik nem kerültek át egy az egyben a könyvből, azokat is láttad. Tehát, hogy valahogy volt olyan mélységet adottak. Tehát egy mélység volt a sorozatban, amit itt így nincsen, mert ott ugye megjelenés az a történetszál, ami ment végig, és így szépen összefűződött. Ennek most már inkább olyan erőltetett volt, hogy tudjuk, hogy mi a fő konfliktus, az, hogy Gabriel itt van, nem emlékszik semmire, miért nem emlékszik semmire, milyen dobozról beszél. De úgy, mintha, nem tudom, a tűztől úgy félnénk, úgy kerülgetjük ezt a főszálat, és mindent találunk, hogy ne kelljen vele foglalkozni, és minden mással foglalkozunk, csak hogy kijöjjünk a részre. Igen, tehát nagyon érdekesítő volt, hogy na az első részben, amikor betoppant, akkor is feltűnt az embernek, hogy ott igen, az a dobozzal lesz valami, csak ugye mindig úgy csak, hogy sehogy sem vedd, hogy az a dobozzal mi lesz valójában. Tehát, hogy, nem is a doboz igazából a lényeg. De nem, ugye az egész, hogy kerültek a konfliktus, hogy ide tették Gabrielt, oda tették, tök jó volt ez nekik is poénjai, hogy pont ez a kis idióta, és előadták neki a fő arkangyolnak, az nem volt rossz. De az, hogy tényleg egy maga a sztori nem haladt előre, csak egy háttérben mindenki más próbált a Gabrielt megtalálni, de ugyanak a kis csodának hála senki sem ismerte fel az... Kis csoda. Igen. Szóval, hogy... Tehát filler volt végig. Igen. Hát igen, mert az első adat meg volt az, hogy az a történetetése, vagy ami nem, ami úgy tűnt, hogy csak ilyen random részek random gyerekekkel, vagy csak így nézegetjük, hogy mi történik a gyerekekkel. Így a végére ezek a szálak így összefonódtak egybe, és akkor akinek külön volt, ugye az anatema-nak a saját része, a boszorkányvadászoké, tehát hogy minden így egy helyre. Itt viszont gyakorlatilag úgy indultunk, hogy elindultunk így előre, és akkor mindenkinek ugye a hülyeséggel foglalkoztunk, és össze szeretnék ugrálni. Mondani valamit, ami lehet, hogy nem lesz népszerű. Neil Gaiman soha nem tudott regényt írni. Tehát ő mindig novellákban volt erős, és folyton szétfolytak. Hát a American Gods is olyan, hogy ugye nagyon jó az elej és a vége, de ugye maga a történetvezetés a közepén botrányos, és gyakorlatilag csak a különféle istenek flashbackjei teszik elviselhetővé a könyv közepét. Tehát ez Neil Gaiman... Hát a főkös lerakja, leparkolja 3 hónapot. Igen, tehát a Neil Gaiman-nek ez régi problémája, hogy ő 20 oldalas novellákban erős, és nem képes, pont hogy szétfolyik a könyv. Hát annyi karakter mozgott. Nem, szétfolyik, mert ő imád elveszni a részletekbe, kis epizódokat csinálni, mindenről egy újabb novellányi ötlet jut eszébe. Tehát, hogy ő ebben erős, hogy képeket és egy rövid csattanókat csinálja. De amúgy meg, hogyha úgy nézed... Úgyhogy valószínűleg hiányzik Precset a írói oldalon. Hát amúgy meg úgy veszed, akkor, tehát, hogy mint nyilvánvalóan nagyon szeretem a karaktereket, és nagyon szeretem az Refaát meg Crowley, tehát, hogy imádom őket nézni, imádom nézni a színészeket, vagy játszik ezeket a karaktereket. Meg John Hamm is, amúgy egyébként nagyon jó. De hogy, tehát, hogy úgy tök jó nézni, hogy ők így csinálják ők a saját dolgokat, és akkor hogy élnek a földön, meg mit tudom én. Tehát, hogy amúgy szórakoztató, csak amikor így jössz, hogy vajon mi is van a fő sztori? Ja! Mi van Gabriel? Ezzel miért nem gondolkozunk kicsit jobban? Tehát, hogy ilyen kis rajongóknak ilyen kis kényeztetés. Hol, meg tipikus négy éves. Meg nekem hiányzik az első évad, hogy egy narrátor végigvitt, és akkor mikor állt az időben, igen. Ugráltak az időbe, tök jó volt, hogy megmagyaráztak ilyen dolgot. Ebben is volt egy-két ilyen időugrásos rész, de mégis nem adta, nem adta össze az egészet. Ebben semmilyen misztikum, hogy ott volt az elén nézőként hamar rájött, hogy mi ez a probléma. Ez ilyen slice of life momentát. Igen. Hát ez van. Evezzünk át egy kicsit más vizekre, még nem a földön, hanem a levegőben. Máshogy mondom az űrben, ugyanis van még egy sci-fi sorozatunk, amiről érdemes beszélni, ez pedig a Strange New Worlds-nek a második évada, amiben egyrészt itt is kaptunk egy live action adaptációját. Egy adaptáció, másrészt pedig hát úgy láttam, hogy a mostani évad ez így minden téren kipróbálta magát, amiben csak lehet. Nagyon széles Star Trek palettát kaptuk, még musicalt is. Úgyhogy meséljetek. Kiláttak? Szerintem a Strange New Worlds egyértelműen ilyen flagship-je lett a Star Treknek. Tehát, hogy nekem nagyon tetszett ez a szezon. Érdekes ötlet volt, hogy karakterekre építették, tehát, hogy karakterfókuszú volt. Ugye az első szezonban megmutatták, hogy tudunk még új űranomáliákat kitalálni és érdekes Star Trek epizódokat, annak ellenére, hogy már 500 epizódnyi Star Trek íródott az elmúlt fél évszázadban, ez is több dicséretes volt. Ebben a szezonban egy személyen űranomáliás volt, az is jobb a Lótuszevők című epizódok. Ugye elfelejtették mindig az előző napot. Igen. Az is tök ötletes volt, de alapvetően a karakterekre mentek rá, és elég jó a karakter
inkább, de igazából kicsit olyan, mint a Deep Space Nine, nem is tudnám megmondani, ki a kedvenc karakterem, mert mindenkit szeretek benne. Igen. Tehát, hogy elég erős. Nekem Spock a kedvenc karakterem. Nagyon jó. Jó, nyilván Spock az. De Una is nagy, most Lán nagyon, nagyon kezdett megtetszeni. Lán, nagyon szeretem. Szóval szerintem nagyon erős lett a szezon, és igen, emellett nagyon vártuk a Lower Decks crossover-t, ugye ebben a Lower Decks egy zseniális, és egy, hát mi a Rick and Morty stílusa, vagy hogy mondanánk jobban? Tehát egy rajzfilm, amilyen poénra van véve, ez a hadaros poénkodós, de az is zseniális. A Rick és Morty az inkább adult tartalmas, de hadaros, csak ott inkább más. Igen, szóval... itt is vannak néha ilyen disznópoénok is elsütve. Szóval Lower Decks egy nagyon... Mi kicsit kifigurázi az eredetet, ilyen kis vicces szerethető módon. Nagyon szerethető módon. Nagyon szerethető. Annyira őszintén Star Trek, de így szeret kifigurázni az összes Star Trek furcsaságot. De ugye ez arról szól, hogy miközben ugye mindig azt nézzük, hogy a crew, aki a tisztikarra. A tisztikarra. Mi történik, meg ők mit csinálnak, az milyen érdekesek, meg végül is arról szól, hogy az, aki ott marad, az most milyen különösen van, most hova megyünk, most mi van, most nekem, de le kéne menni, a létnek sose voltam. Itt a galános. Na és hogy velük volt egy crossover. Ahol emberek lettek. Igen, és a szinkronszínészeik voltak, igen. És tök igen, a szinkronszínészeik voltak. Annyi, hogy Mariner emberként kedvesebb, mint a rajzfigurája. Igen. Hát de mondjuk gondolj, hogy ott válsz a hőseid előtt, azért igen. Nagyon jók voltak, tök jól játszották. De nagyon jól hozzá. Boimler tökéletesen játszottak. Teljesen jó volt. Úgyhogy nagyon jó volt ez az epizód. És ugye ügyesen játszottak, hogy már a nyitót is átvették Lower Decks-esre, meg... Meg a végén az volt, hogy a Straight Jugert-öseket megrajzolták. A végén, hogy mi az a milyen koktél, amit iszunk? És hát igen. A következő epizódon megkaptuk a musicalt. Igen, ami zseniális volt, tehát én mondjuk szeretem a musicaleket, nekem nagyon tetszett, és ügyesen megmagyarázták, hogy egy űranomália miatt kell énekelni ők, és akkor próbálnak megszabadulni ettől a problémától. Igen. Amúgy ennek a háttere, hogy miért csináltak ide egy musicalet. Mindenki tud énekelni. Mert mindenki tud énekelni, mert a kasztnak, tehát ugye a színészeknek a több mint a fele az Broadway háttérből jött. Meglepődtem a Stage 8-ekhez, hogy baromi jól énekelnek. Aztán aki nem, az kapott egy két sort. Tehát a Doki az látszott, hogy ő nem, ő kapott két sort, amit elmúl, azt még leprodukálta. De nem volt hamis, de ő kapott két sort, amit eldörmögött. Igen. De úgyhogy nagyon fun volt a crossoverek, tehát hogy ezek, és egyébként maga a szezon is szerintem nagyon erős lett. Nagyon erős lett, igen, csak a szerelem szarak zavarnak. Azt hát, nagyon jól csinálták, hát. Tehát hogy jó, ezzel megosztanak a vélemények, nekem tetszett. Nekem elegem van már, tököm kicsom. Az okrém is tele van azzal, hogy Spocknak mindig kell találnunk egy csajt, mert az nem lehet, hogy rájöttem. Ne álljon magára. Minden treki csaj ismerősöm, aki Spock rajongó, utálja, hogy sippelték a Spockot. Azok, akik nem Spock fangirlnek, azokat nem zavarja, hogy sippelték a Spockot. Hát mindig az volt, hogy mindig Kirknek volt egy csaj, és akkor igen. Így mindig meg volt a csaj of the week, vagy nem igen. Tudom, aki éppen, igen. Vagy előjött a múltba, vagy nézd, most van egy gyerekem, és akkor így van. De hogy így Spocknak neki volt egy ilyen romantikus szál, az nagyon-nagyon ritka volt, és ez nagyon ilyen mély érzésű volt. Jó, de a nőrsekről a tocsban benne volt, hogy tudom, hogy volt crush-ja rá. Igen, és ez pontosan itt volt, hogy itt véget ért, hogy ráadásul ezt a moralitásról, hogy így begyömöszönték, hogy Spocknak amúgy van egy mennyasszonya, aki ez itt még az nem gondolkodik. Igen, tudom, láttam. Obviously. És hogy ez Spock nyilvánvalóan nem olyan, hogy most megcsalná, vagy valami, de ugye már megcsalált. Tehát neki nem lehetne ilyen kapcsolata egy valakivel a saját kultúrán kívül, hogyha van egy mennyasszonya. Úgyhogy már megint ott tartunk, hogy ezeket a modern ötleteket így belepasszírozunk, hogy jó lesz Spocknak, nem számít, nem tudja a lehet. De már szakításban voltak. Aztán megint ezt fogtunk. Ezért bonyolultam, mert amikor a 60-as években megírták a Tost, ugye ő nagyon kemény kommunista volt a Roddenberry, és például a Tostban nincs házasság. De nem baj. Tehát, hogy a TNG behozta a házasságot, de a Tosban ilyen kemény vonalas kommunistaként nincs monogám házasság se. Amúgy. De nem baj. De ezért mondom, hogy nincs megcsalás. Tehát úgymond nincs megcsalási probléma. Igen, de ott is úgy van, hogy amikor a mennyasszonya van, azt mondom, valami... Tehát nincsen addig olyan jelenete, ahol ő nem ilyen brainwashed, miatt lenne romantikus valakivel. És az is véget ér, ugye, hogy
ott hagyja az egész, és akkor úgy, hogy jó, akkor én inkább Starfield-on, mit tudom én. De így még mindig rágatjuk a csaj, és amúgy idegesítő, mert nagyon kedvelem azt a csajt, mert nagyon jól játszanak be a sorozatban. És akkor itt van az egész Nurse Chapel, gyerekes, ilyen tínédzseres civakodás, és olvastam egy olyan kommentet, és kurva jól leírja egyébként, elnézést, hogy nagyon fiatalos lett a Star Trek, és néha egyébként engem Ezt a Discovery kezdte. Hogy azt írják, hogy már olyan ilyen tínédzseres dráma van, és ez már így néha egy kizökkentél. Ezt a Discovery kezdte, ahol konkrétan az első párkapcsolat. Jó, már bumerült. De hogy itt nagyon érződik, tehát az egész az alma, meg hogy nem is mondja meg neki Nurse Chapel, hogy akkor el akar menni, hanem csak ott egy énekben kitudódik, és utána így beszól Spocknak, hogy itt hajlak, és kigyűltem, hogy uff, mi ez a meme girl darang. És valaki mondta, hogy legyen a... Ez inkább ilyen 20-as, ez nem tínédzser, ez inkább a 20-as évekbeli párkapcsolat problémák. Nekem szerintem nem van ilyen párkapcsolat problémák, 20-as években. Mert te pró vagy. De hogy ez ilyen idegesítő volt, hogy ezek scientistek, akik ott vannak az univerzumban, ezen a hajón, ezen a flagshipen, hogy tanulmányozzak az űrzek, komoly tudós emberek, és akkor ezt csináljuk. Az elem, de másáról vitatkoznék veled, passzulj. De várjátok, azok a kommentet akartam mondani, hogy még Star Trek boring again. Ja, még Star Trek boring again. Jó, hát ez a... Engem bármikor kikegetsz a Discovery-vel a szobával. Én éreztem. Na de visszatérveztetem, nincs igazad, mert egyrészt, amit tök jól felépítettek ebbe a szezonba, és érdekes fordulat volt, hogy mindenki azt hitte, hogy ez a Spock-Chapel párkapcsolat majd Spock miatt nem fog működni. És tök jól, és az egyen korábbi epizódnál, ahol a háborús traumáikról beszéltek, ott van egy blogger írta le, hogy gyerekek, az lesz, hogy a Chapel fogja kidobni Spockot. És tök jól felépítették, mert ha belegondolsz, már az első szezonban onnan indult a románcok, hogy Chapelt arra látjuk, hogy ő csak egy éjszakás kalandokra képes, mert ilyen fíró fetes mentje van. És ez baromira nem tínédzser szituáció, ez tényleg egy traumatizált nőnek a párkapcsolati problémája. És ez megy, ezt bontakozott ki a másik szezonban, nem véletlen, hogy az az epizód után van a szakítás, amikor ugye előjön a háborús múltbéli emlékei. Tehát ez szerintem jól föl van építve, és ez nem tínédzser. Nem azzal van a baj, hogy maga ez a lélektani dolog a része, hanem ahogy kezeli a sorozat ezt az egészet. Tehát, hogy ilyen így jönnek, hogy együtt nem együtt, most teszem, most valami, most nem vagyunk boldog, most vége, most nincs vége, most még fogjuk egymás kezét, mert megmentette meg. Tehát, hogy így nyugodjunk már meg egy pillanat. Ez egy vulkán, és ez egy scientist. Na jó, de ugye épp megbomlott a vulkánik tréningje, tehát hogy ugye a szezon elején megbomlott. Az érhető volt, hogy akkor ott miért van ilyen, hogy akkor most elbevelek is túl sok mindent érzek, de hogy ez így... Szerintem össze volt, szerintem működött. Én alapban nem értem az egész koncepciót, hogy neki még kell mindig csajt keresnünk, hogy ott van mindenki más, akinek nem ez a lényege, hogy ilyen mindent visszafog, és miért poppa tömünk bele még egy nőt valahogy. Egy ilyen ott a legjobb. De szerintem most ezzel lezárul, és nem lesz több. Tehát, meg egyébként pont a crossover ez epizódban ugye az van, hogy elszólja magát a Boimler, hogy hát ő nem ilyennek ismeri azt. Hát igen, ez én voltam, én voltam ilyen. És itt tényleg az, hogy ott ugye a Chapelnek mondja, és a Chapel meg így elgondolkozik rajta, hogy hát akkor valószínűleg nem leszünk együtt sokáig. Tehát, hogy ott is azért ő is kap egy ilyen visszacsatolást, ahol hogy nem leszel meg hosszú. Igen, tőben jól meg van komponálva, hogy mi vezet el a... Párkapcsolatuk udarcával. De ilyenkor sem fogom azt megemészteni, hogy akkor ott van a kis izéje, megyasztanya, aztán most így Chapel is, vagy mit tudom én, ez nem... Az amúgy tök jó, hogy a töprengnek tök igaza van valahányszor lecseszi Spockot, hogy ennél már jobban bízhattál volna bennem, hogy elmondod nekem meg mindent, tehát hogy azok egyébként szerint nagyon jó. Nagyon jó karakterem, hogy azért sajnálom ennyire, mert Chapel meg... De szerintem az egy jó sorozat, az egy jó bizonyíték arra, hogy jó a sorozat, ha ilyen szenvedésen vitatkozunk arról, hogy egy párkapcsolat, hogy a fiktív világban a párkapcsolatban ki volt köcsög és ki nem. Tehát az mutatja, hogy azért megmozgattak valamit. Igen. Not boring. Na de, jöjjünk le a földre, ha nem is teljesen a földre, de valami fantasy-re. És ne kerülgessük tovább az elefántot a szobában. Ugyanis nyilvánvaló, hogy az élő szereplős nagy durranások közül animés téren a One Piece. És mind ránézünk a jó helyre. Jó, én mire nézek, mert ő is nagy fan. Igen, szóval a One Piece volt az, ami most így beropant a Netflixre, és sorra döntött minden rekordot, és letaszította a Wednesday-t is a trónról. Ezt elég ilyen félve vártuk, de nagyon kellemesen csalódtunk ebben a live actionben. Már volt egy videónk erről, amikor az első résznek a első részt néztük meg Rióékkal, és akkor
már volt egy ilyen kisebb reakció videónk rá. De azóta például egy ott elhangzott állítást ki tudunk elemezni, hogy ugye annó Dávid azt mondta, hogy nem biztos, hogy valaki, aki nem látott egy rész One Piece-se életében, mennyire tudná értékelni a sorozatot. Nem láttam is meg. Én sem láttam egy rész One Piece-t. Van két. Félig láttuk még csak a szerzőt. Hát jó, félig láttuk, de van két kísérleti alanyunk, a kísérleti, van két kísérleti nyúlunk, úgyhogy nektek hogy tetszett akkor? Mert mi rajongók vagyunk, nyilván elfogultak, de nektek hogy tetszett eddig, amennyit láttatok? Mondjad. Nekem alapvetően tetszett. Nekem is, egyébként meglepő módon. Én azért nyomtam csak be, mert hogy jaj, varráshoz kell most valami, csak hogy menjen akármi a háttérben, és így elértem, és így ez nem is olyan rossz. Persze nem lehet a szoknyám. De hogy én meglepődtem rajta, hogy amúgy azt tudom a Pistről, amit így nagyon kirakok az interneten, és akkor mindenki mond meg, mit tudom én, meg talán egyszer elvettek egy cosplayre 10 évvel ezelőtt, de hogy így nem vagyok benne annyira. Úgyhogy tökre meglepő volt, hogy így értem, mi történik, értem, mit csinálunk, megyünk, oké, benne voltam, értem. Ez egy olyan nagyon kondenzálva is lett az animéhez képest. Hát nyilván. Sok salan ki lett vágva. Hát de tök érdekes volt, tehát hogy igen. Szerintem ez ilyen a jó feldolgozás, hogy igazából annak is élvezhető, aki nem látta. Igen, nekem ami nagy erőség, hogy tényleg izgalmas. Tehát, hogy így várod a következő részben. És mindenkinek szép a haja és a parókája is. Igen. Ezt nem annyira szeretem. Igen. Meg tényleg az, hogy a Luffy az tényleg egy ilyen tök szimpatikus, jó színész választottak és tök jól játszott. Tehát, hogy elviszi. Hát a... Ki van? Zorro van meg egyelőre, meg a Nami. Ők olyan, ahol... Igen. Ők ilyen kliséket játszanak, de jól hozzák ezeket a kliséket. Hát de, ennyi, tehát hogy ez azért ez a valahol mélyen sérült lány, aki elnyomja az érzéseit és tolvaját. Én csak a feléig láttam, eddig azt látom, hogy ők így jól hozzák ezeket a kliséket. Az csak a Marina kedvence. A Garp, vagy mi? Egyelőre a Garp, igaz, elveszek hozzá. Annyira ültem ott, hogy úristen, nem akarok magam elfogni. Nem akarok, nem spoiler, és akkor ugye a negyedik rész végén van az, hogy... Nagyapa! Az a négy rész, hogy mi? Az jó kicsit. Az jó volt, jó fordulat volt. Hát azért az eszembe, hogy amit ugye mondtuk kibeszélőben, ahhoz képest sok, hogy az első rész alapján tényleg Garp kicsit furcsa volt, de végén egész oké volt, hogy neki is meg az a humoros oldala, bár még mindig kicsit taktikusabb, mint az animében. Ugye az animében sokkal lázadó, de igen, de itt jól kijön ehhez képest. És ugye pont az, hogy volt egy csomó kommentelő, aki azért húzta le, mert ő nagy One Piece fannak vallja magát, és hogy jönnek semmi közben a One Piece-hez, és volt ilyen komment, nem egy helyen, amit néztem, de szerencsére rejtették a többi kommentelők, hogy ez egy feldolgozás. Ha egy az egyben megfilmesítettük, ugye amit az elején beszéltük, hogy ez nem egy az egyben a mangát, meg az animét filmesítőnek, ez egy feldolgozás, és baromi jól kiadja a feldolgozás, mi volt, hogy baromi jól működnek benne a váltások, lásd Garpnak a karaktermódosítása, a történet szálvezetése. Jó, hát de ezt minden, igen. Amit csináltak, abba oda kezem és van. Igen, tehát épp, hogy oda jó ágyásával, és tényleg ilyenkor vagyok, hogy minden One Piece van nevében kijelentetem, hogy ez szar, ez ilyen kommenteken én hallgatok föl, mert én One Piece vannak tartom, hogy de én élveztem a Gárdon nagyon izgalmas, hogy nem hogy így tök jól lavíroz, hogy ez most egy nagyon geci karakter, aki játsz, mindgémezik, vagy hogy valójában tényleg van benne valami. Tehát én tök jól így amit a, hogy hívják a szemüveges srácot? Kobi valamit ott úgy kupálja, és hogy így játssza a Yoda mestert neki, de közben azért igen. Hát most az 1087. részben nagy szerepe lesz ennek, hogy kikupálja Kobit. Ja. Beérik egyszer? Szóval, 12 évad is a tegyen. Ami nyilván egy kicsit azért erősebb, hogy így a, hát ez így azért a One Piece híres vizuális világa az. De tök jó a vizuális. Nem túlhozták el. Jó, de úgy értem, hogy azért néha, tehát a bohóc is egy kicsit olyan erős volt, de azt még úgy aránylag jól vettem. Sokkal jobb lett. Amin én most kiakadtam, nem is a villennek, ami viszont nekem most nagyon cringe volt, az a Usopp meg a csajának kaja, főleg az első epizódban szerepeltek. Szóval azért, mert One Piece néha azért a cringe irányba el tud menni, akár a gonoszok dizájnjával. Ami nekem azért már kiütött egy kicsit a biztosítékot, az Usopp és Kaja volt. Tehát főleg az első epizódban így, mint ilyen két
értelmi fogyatékos karakter. Néha úgy is kerik a karangépet is. Igen, de nagyon kínos volt. Azért van, mert viszont ehhez a mangát olvasva, vagy animét látva rájön, hogy ez egész közel áll. Itt tényleg megpróbáltak realisztikusan ábrázolni azt, hogy ugye ők átélnek, mert ugye... Vannak cringe emberek a világon. Igen. Voltak azért benne változtatások, ugye például ugye a Kajának ugye a hölgy lett az egyik pasiból a Brothersból, a Nyáv Brothersból ugye egyik feléből csajt csináltak, azok is egész jól működtek szerintem. A PC karakterválasztások teljesen jól működtek. Tehát amíg ugye az alapkúból annó oda megmondta, hogy melyik milyen szem, nemzetiségű, és ezt be is tartották a castingnál. És amúgy még egy kérdés csak ezzel, és akkor szerintem mehetünk másik témára, hogy milyen szinkronnal néztétek? Mi angolul néztük, de... Ugyanis a Japánban a szinkron hangok, ugye... Kicsit fura volt néha, nem bírták úgy vissza, hogy teljesen szinkronban legyen, de... Megmondom, őszintén megnéztem a három szinkron verziót. Megnéztem, hogy az angolra néztük, de csak az első részt néztem meg mind a háromban. Az angolra végignéztük a legelején, ugye, hogy az eredeti hangot nézzük, az teljesen jó volt. A magyar és az angol szinkron igazából mindkettő meglepően jó volt. A magyar, amíg lenne mit javítani, az angol viszont, vagy a japán szinkronnal az volt a bajom, hogy tényleg tök jó volt, hogy az eredeti hangot hallom, hogy helyétől hétre, hogy mindig az animében hallunk, de valahogy nem állt a szájék. Nagyon más volt. Nem az volt, nem a szájjáték. Ugye az angol és a japán beszél teljesen közösen. De ugyanaz, amikor animét nézek például angol szinkronnal, ott is nagyon rossz vagy. Nem nézek ilyet szerencsére, de régen volt, mikor a Dragon Ball-ba kiadták, és az egyik ismerős, ami mondta, hogy a kamionsofőr hangokkal szinkronizálták a Dragon Ball-t. És az olyan furcsa volt, hogy meg TikTokon volt, mikor néha szembe jött velem angol szinkronos animébe vállalt csinált, és az annyira nem áll hozzá. A magyar próbálja szájra igazítani a legtöbb művet, és ugye az angolt könnyen szájra tudja igazítani, de a japán az vagy nem stimmel az angol szájra igazításod, és azon... De sem az a szótakhoz. És hogy van, hogy a Sanchi-nek a szívét a szinkronizálta magát spanyolul? Igen. Igen, meg a Rüfi, mert az Inyaki Godoy, meg a Taz Skyler, az Inyaki az mexikói, és a Taz meg Kanári-szigeteki. És egyébként az a vicces, hogy ugye a Kanári-szigeteken, mint utólag megtudtam, ott ilyen tájszólás van. Hát a Latin Amerikában is ilyen tájszólások van. Igen, de hogy ugye én fülemnek, de hogy így felháborodtak először, hogy mi az, hogy ilyen, mi a Kanári-sziget, és kifel. Tájszólásra van Sanchinak, parasztosan beszél Sanchi, és aztán megmagyarázták, és aztán mondták, hogy ja, jó, és akkor így lehűtötték a rajongókat, hogy ja, hogy azért már, hogy a saját magát szintén. Aztán, hogy nem tudom, láttátok-e, hogy itt az egy csomó főzőórát vett, és csomószor főzött a krúnak. Meg tékhandó. Igen, de nem volt egy vicces, hogy egyszer csinált egy ilyen, felhívta őket valahol, főzött nekik vacsorát, viszont ugye nem ment el a zorgot játszó színész. De amikor kitettek Instagram, akkor bekommentelted, hogy figyelj engem, valaki szedjön össze, azt hittem, hogy hol vagyok. Nagy Zorro azt kell tudni, hogy Zorro az jelentősen elindul egyenesen, és másik irányba megy. Van egy ilyen mély, amikor ugye Usopp visszarángatja Zorrot egy sarokból, és akkor ott van a komment alatt, hogy mikor Usopp megsporolt 100 észfillert. Úgyhogy az engem is zavar kicsit, hogy a Zorrot játszó színész nincs ott az ilyen kevés olyan eseményem alatt, mint a többiek, viszont legalább ő vesz a lapot, és ugye a karakter ugyan oda kommentel a saját hülyeségét. De egyébként mindenki azt a karaktert kapta, akit igazán szeretett, mert ugye mindegyik rajongó, és ugye erről beszéltünk, mert rajongóktól rajongóknak van ez a sorozat, és ez egyértelműen látszik. Igen, itt ugye látszik az, hogy amit a Witcher első évadában, hogy Henry Cavill mennyire próbált hűlenni ugye az alapműhöz, és tényleg próbált mindent átnyomni, de ugye kevés volt, hogy ott hagyta a Witcher sorozatot. Addig itt ugye a színészek is nagyon hülyek voltak, és próbáltak, meg plusz ott volt oda is az eredeti hívója, aki szintén. Amúgy a Witcher a harmadik évadat teljesen visszakanyarodott a sztorihoz, most néztem meg. És szerintem ezért rúgták ki elégkel. De itt tényleg egy-egyben így lárazán, hogy igen, most itt tartunk, ez egy kicsit fura réteg, mert nem sikerült már az előző csűrések után ezt visszahozni, de oké, így arrafele megyünk a merekkel, és akkor pont elítettünk oda a könyvben, ahol kell. Hát meggondolom, persze volt, hogy ez így menjen, ahogy lennie kell. Ugye az a problémájuk, hogy Henry Cavill, hogy visszahézod a könyvben, ezt ki nincs jelent. Henry Cavill a nerd kiválni. Igen, és ez hát fejlegesítette ahogy a producereket, meg a rendezőt, hogy ők meg a saját Witcher viselnyüket akarták nyomni, ezt láttuk a második évadban.
És szerintem ezt így a végig csinálta Henry Cavill ezt a kiadást a harmadik, és azt mondták, hogy jó, hát köszönjük. Nem tudom, lesz a negyedikben, de már látom akarom. Jó. Na, akkor ennek a Witcherről is beszéltünk egy kicsit, és miről akartunk még? Most menjünk át egy kicsit a videójátékos frontra. Genshin Impact mindig elvésebb. Igen, a Genshin Impactből is kijött a 4.0. Igen, arról van egy egész videó, úgyhogy... Van egy egész videónk, és az októberi Mondó magazinnek a címlapján Genshin lesz, és lesz benne egy két oldalos Genshin cikk a 4.0-ról, ahol megkaptuk Fontaine-t, az ötödik országot. Igen, fanciákat. Úgyhogy ha érdekel titeket, akkor nézzétek meg. Vagy én mindenhol ott van a Genshin. Igen. Úgyhogy akkor vegyétek meg a Mondó magazin, nézzétek meg a videónkat. És próbáljátok ki a Honkai Star-t is. Na. De Baldur's Gate. De menjünk tovább és nézzük meg. Szóval a kicsit olyan szörprájt. Azt mondtad, hogy majd még 24 órát van behozni a Baldur's Gate-t a tegnap, erről menjünk hátra. Dolgoznom is kellett, úgyhogy sajnos én túl sokat még nem játszottam vele. Meséljetek róla egy kicsit. Hát a Rio az, aki többet játszott, én még csak elkezdtem vele játszani. Jó, mondjál, hogy mennyit játszottál. Még csak 135,2 óra. De akkor nem is végig játszottad már? Egyszer már igen. Jó, akkor nagyon gyors volt. Hát igen, csomó mindent ki is hagytam, hát a legelső partim, ha teszem hozzá ebben a 135 óra, benne van már 4 új partindítása, de a legelső partim, vagy csomó mindent kimaradt, amit később vettem észre, és hogy hát igen, hogy könnyű volt megcsinálni, egy csomó olyan döntés hoztam, hogy a következő nem tudtam megcsinálni a dolgokat, de valami érdekes ugye az új partik indulások, hogy másképp tudom elindítani, és egy csomó mindent más csinálva, sokkal jobb. Igen, ezt tehát hogy összeszedni. Valószínűleg pont ez a játék erőssége, hogy egyrészt az, hogy egy majdnem teljes D&D szimulációt kaptunk. Tehát, hogy nem egyszerűsít, nagyon kicsit nyúltak bele a rendszerbe, és tök jól megcsinálták, hogy még a nem harci spelleket, skilleknek is meglegyen a szerepe. Tehát egy majdnem teljes D&D implementációt kaptak, egy elég open world. Tehát, hogy nagyon, nem is az, hogy open world, de nagyon sok felé tud elágazni a sztorit. Tehát, hogy egyrészt hoztak mindent, amit elvárunk egy kb. A mostani modernebb szerepjátékoktól, tehát egyrészt, amit a Mass Effect-től meg Dragon Age-től, hogy NPC-knek a sztoriát kibontod, kompanionokat kideríted, romanszolhatsz velük, mi egymás. Hol van Dragon Age 4? Másrészt hoztak mindent, amit így, vagy sok mindent hoztak, amit a Skyrimból is megszoktunk, hogy nagyon nagy flexibilitás az, hogy oldod meg a problémákat. A bugokat. Nyilván bugokat is kihasználhatod, és az egész így nagyon jól sikerült, és tényleg az, hogy kicsit a semmiből, most mondjam, semmiből előzött be hirtelen a Baldur's Gate, mert ugye nem egy új játék, tehát már múlt évben volt az Open azért Beta. Azért a semmiből a Beta, már évek kezdett. Igen, kérdezett. Tehát, tehát hogy sok éve, tehát az annyira nem a semmiből. De lehet, nem volt akkor a hype. Nem volt hype. Nem szépen csendben, ugye ez a rajongóktól rajongóknak készült, ez is nagyon jól látszik rajta. És pont az, hogy azok, akik ugye régen játszottak a Wizard Rye-jal, a Baldur's Gate 1-2-ben, meg ezek a klasszikus régi játékokat. 90-es években játszottak. Igen, nekem a Wizard Rye 8 volt a nagy kedvencem, ugye a Baldur's Gate előzte, az kettő nagyjából egyszerre futott nagy közel. Azok, akik ezeket tisztelt, azok tudták, hogy én a Baldur's Gate. És a stúdió még a Divinity Original Sin, meg ilyen, igen, nekem az eltartott, hát, az azok a pillanat, volt. Az, igen. Nem, az nem olyan. Nem. Ők nem az nem az volt. De az is a pénzkép tormentes. Igen, de az is igen elhúzta föl magát, és onnan is vettek át ott a tetőt, azt tudom, hogy... Az lehet. De hogy így aránylag így volt, lehetett tudni, hogy készülődik, open beta-i voltak, de hogy nem volt egy ilyen giga hype a sajtóban, meg ilyesmi, és aztán kijött, és így mindenki azzal játszik. Az utolsó egy két. Nagyjából az le van vajazva, hogy a Game of the Year az lesz, de hogy olyanok van, tehát hogy annyira tarolt, hogy aztán ilyen 97-es score-ja van, és egyedül a Zelda Ocarina of Time-nak van valaha videójátékhoz, hogy nagyon jó, az annak van 98%-osat. Tehát, hogy így nagyjából ott tartunk, hogy jó eséllyel így kicsit hangzatosan, de minden idők második legjobb számítógépes játék a titulusra. Hát egyébként most gondoljunk bele, hogy a mai világban, amikor kiadunk egy játékot félkész, bármilyen DLC-ket tesznek hozzá, szezon passzokat, stb. És ez egy önmagára játék, és fizet, fizet 30-40 ezer fontot, én meg itt a játék, fizet 60 euró, és minden. 20 euró, nincs hozzá DLC, nincs hozzá Season Pass, lesz majd, most bejelentettek, hogy már nem zárkóznak el attól, hogy legyen egy folytatás, de akkor azt külön megírtak, hogy külön történetszállt vezetnek föl benne. Tehát, hogy ez is nagyon tisztes, nem csak hozzá akarnak fordítani valami plusz pénzért, nincs benne semmi kiskapu. És ezért egy kolosszális játékot kapunk, tehát, hogy 400 fejlesztő dolgozott rajta,
Szóval milyenek a számok, hogy 2,5 millió szónyi dialógus van benne, 170 valahány órányi renderelt cutscene, tehát ilyen iszonyatosan nagy, tényleg egy hatalmas játékélmény. A másik, ami még kijött, bár nem szólt ekkorát, az a Diablo 4. Igen, tehát vicces is, hogy a Diablo 4 így mindenki jó, de jaj, jött. Te játszottál vele? Én a beta verzióval játszottam, és rendesen nem vettem ennek, a legnagyobb baj, jó a Diablo 4, tényleg tetszik, hogy ebbe is látszik belőtt, hogy csomó idő, csomó mindent átgondoltak rajta. Ugye új talent fát megpróbáltak visszahozni a Diablo 2-es, 3-as dalát, ott kicsit meccették összefele. De nekem az nem tetszik a Diablo 4-ben, így veszik a Diablo 4-ben. Én egy MMO lett, nem? Full MMO az egész, tehát nem tudsz, hogy én oda megyek szépen, vasárnap reggel 6 órakor fölkerül, félkarsan kimosom a csipát a szemből, lemegyek és megkeresem Lilithet és leszólózom. Majd lemegyek és pont ott van másik hat ember, akkor én egy leszek a hatból a képen szóló szóval, hát nem szólozom Lilithet. Nagyon. Jó, persze vannak ilyen dungeonek, ahol bemész, akkor ugye van ilyen egyedi rész, tehát ez ennyire nem full, de ugye ott is vannak valamiak, és ugye tudsz bemenni. Legjobb, amikor bemész ott a ládához, és ilyen Weasley Party van a kis szobádból, ott mindenki ott áll körül a ládát, hogy jó, pakolunk bele, meg öltöd, áll, ugye skinelik a karakterin, és annyira kirángott az élményből, hogy a horror feelingből is, hogy ott van a csomó másik például, nem fura, igaz? Horror feeling az megvan azért. Az megvan, az tényleg jó. Én ugye a Péter, a bétával játszottam, amikor megjelenés előtt volt egy szabad hétvége, az első pár szintet csináltam, azt tényleg tök jó visszaadjanak. A tájnál már a harmadik közös barmi jót, hogy te fönt ütötted a kis démonokat a falon, és közben lent a háttérben meg négy csoda harcok dúltak, mondjuk ez már kettőbe segítik, másik helyen jó volt. De most ennél harmadik még van kiterjesztették, hogy azon a világrészen, ahol te nem harcolhatsz mell az állal előtt, ott is történnek események, ilyen passzív dolgok, de alapvetően viszont maga az egész táj is teljesen jól fel van építve, csak tényleg az a néhány, hogy mész, találsz egy lootgoblin, nem is tudom, bekerült a lootgoblinba, bemész a lootgoblinba, valaki másod eláll, ért egy lootgoblin, bejegyek és már 30 lootgoblinak rá. Tehát régen volt kihívásabb, hogyha magasra tudtad a szintet, akkor a lootgoblin hiába ütötted, elmenekült a csávó. Na bocsánat. Itt viszont az, hogy látszik egy lootgoblin, olyan 30 ember és esélyen is szegélyek, hogy hát, nem biztos, hogy legolasz 14-es Pest Pistike 003-mal akarok rohangászni együtt a diabolágával. Ugyanaz, mint a WoW-ban, amikor voltak, hogy elvitték a quest mobokat. Tehát, hogy ilyen is van, hogy mész, oda akarsz menni, és még odaigsz, addig a másik föl a momot, odafut, leüt. Erős a karakter, ledonálja. És miért bőtöttek így? Hát a webben van élő, a multiplayer. Ugye a Diablo 3-ban teljesen jól működött az, hogy négy fő is multiplayerek voltak, és te tudtad beinvitálni, vagy szabaddá tudtad tenni, hogy csak... Tehát ott volt lehetőség. Most is van a plán rendszer, de ez nem ugyanaz. Hibrid megoldás, nem az igazi. Ennyi volt tehát már a megmondó rovatunk. Kommentben írjátok meg nekünk, hogy nektek milyen geek dolgokkal tett a nyaratok. Ha további tartalmakra vagytok kíváncsiak, akkor kövessetek minket Instagramon, TikTokon, Facebookon és YouTube-on. Hamarosan jön az őszi mondokon, úgyhogy ne maradjatok le a jegyekről. Találkozzunk ott, ha meg online, akkor találkozunk legközelebb a következő műsorunkban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!